A kis Emma, írta Csát Géza. Az alábbi történetet egy naplóban olvastam. A naplóíró fiú távoli rokonom volt, és 20 éves korában öngyilkossággal pusztult el. Az édesanyja nemrég halt meg, és ezután kerültek hozzám a fia naplói. Hosszú ideig nem jutottam hozzá, hogy beléjük pillancsak. A napokban végre hozzákezdtem az olvasáshoz. Meglepett az írás közvetlensége és egyszerűsége. A harmadik füzetben pedig ráakadtam azokra az érdekes feljegyzésekre, amelyeket kissé rövidítve és az interpunkció némi változtatásával itt közlök. A kis Emma a legszebb volt az összes lány között, akik húgommal, Irmával barátkoztak. Szőke haját, szürke szemeit és finom arcocskáját már első látásra édesnek találtam. Én a második elemébe jártam, ő Irmával együtt az elsőbe. A többi fiúnak is tetszett, de nem beszéltek róla. Szégyelték volna elárulni, hogy törődnek egy lánnyal, hozzá, aki még csak elsőbe jár. Én azonban rögtön tisztában voltam vele, hogy szeretem, és bár szintén szégyeltem a dolgot, elhatároztam, hogy mindig szeretni fogom, és feleségül is veszem. A kis Emma gyakran járt hozzánk. Ilyenkor együtt játszottunk a két húgommal és Gábor bátyámmal. Néha más lányok is jöttek, például az unokahúgaink, Ani és Juci, akikkel ezelőtt rendszerint csókolózni is szoktunk a pincében, a padláson, a kertben és a fáskamrában. Gyönyörű meleg szeptember volt. Még inkább tudtam örülni most a szép időnek, mint nyáron, mert újra az iskolában kellett ülni 2-től 4-ig, és délelőtt is 8-tól 11-ig, és utána annál jobban esett a szabad levegő és a labdázás. Így aztán nem untunk bele a játékba, hanem hazajöttünk, meguzsonnáztunk és lótottunk, futottunk, míg csak vacsorázni nem hívtak. Az iskola is érdekesebb, mulatságosabb volt. Az új tanító tudniillik egy magas, vastaghangú és vörös arcú ember Szladek Mihály. Válgatott. A házunk az 5. kerületbe tartozott, emiatt ide a külváros iskolába kellett járnunk. Az osztály túlnyomó többsége paraszfiúkból telt ki. Részint mezitlábasok, tarka kockás ingekben, mások meg bársonynadrágban és csizmában. Irigyeltem őket, mert úgy éreztem, hogy általában különbek, keményebbek, merészebbek, mint én. Volt egy Zöldi nevű, aki valamennyiünknél 4-5 évvel idősebb volt. Biskát hordott a csizmaszárában. Egyszer megmutatta nekem. Azt mondta, az Atya Úristentől segjedek meg. A bátyámnak ezt elbeszéltem. Nem hitte. Az új tanító nem szeretett olvastatni vagy szép írást iratni, mint a volt kedves és jó első osztályos tanítónk, hanem magyarázott és feleltetett. Ha valaki beszélgetett vagy játszott, csak egyszer figyelmeztette. Másodszorra már kihívta, és csendesen ezt mondta neki. Feküdj le, fiam. Azután az osztályhoz fordult. 3-at fog kapni. Ki akarja kiadni neki? Ilyenkor nagy izgalom támadt. Rendesen 10-15-en álltak föl, a tanító szemlét tartott a kéreckedők fölött, végre kiszólított egyet és kezébe adta a nátpálcát. Ha nem ütött teljes erővel, mondotta, akkor te kapsz. Azután halálos csendben leste az osztály az ütéseket és az ordítást. Azokat a fiúkat, akik meg se nyikkantak és nem is sírtak, mindenki bámulta, de úgy vettem észre, hogy mindenki gyűlölte is egy kicsit. Miért? Ezen sokat gondolkodtam, de nem tudtam megmagyarázni. Én magam nem féltem a büntetéstől. Tisztában voltam vele, hogy a tanító tekintetbe veszi, hogy az apám őrnagy, és hogy éles kardja van, tehát nem fog merni megvágatni. A tanító hamar rájött, hogy Zöldi tud a legjobban pártázni. Ettől kezdve ő osztotta ki az összes büntetést. Remekül értette. Még a pálca is másképp állt a kezében, mint a többinek. Nemigen múlt el óra egy-két vágatás nélkül. Voltak azonban meleg, sárga őszi délutánok, amikor nagyon figyelmetlen, nyugtalan volt az osztály, és ilyenkor az egész második óra 3-tól 4-ig veréssel telt el. Minden második, harmadik padban egy síró fiú kucorgott. Egy ilyen alkalommal eledett az orrom vére, és lemehette mosdóvizet kérni az iskola szolgához. Hamarosan megszűnt a vérzés. Már vissza akartam térni az emeletre, mikor a földszinti folyosón, a lányok folyosóján megláttam a kis Emmát. Az osztályajtóban állt, befelé fordulva, de hamar észrevett. Nyilvánvaló volt, hogy kiállították,
Oda mentem hozzá. Szerettem volna megcsókolni és vigasztalni, de azután észrevettem, hogy egyáltalában nem szomorú. Egy szót se beszéltünk, csak néztük egymást. Édes volt és büszke. Mint a most is éreztetni akarta volna, hogy az én apám csak őrnagy, és az övé a lezredes. Előre húzta a Sofiát, kioldozta a rózsaszínű pántlikát, és újra masnyiba kötötte. Így zavartan alapul nézhettem. Amikor pedig közben föl-fölnézett felém, mindannyiszor erősen megdobbant a szívem. Másnap délután, amikor átjött hozzánk, titokban megkért, hogy ne szóljak senkinek arról, hogy az ajtó elé állították. Nem is szóltam. Irmától azonban megkérdeztem az este, hogy miért kapott büntetést az Emma. Semmi között hozzá, ez volt a válasz. Irma gyűlöletes volt. Szerettem volna pillanatban össze-vissza verni és rugdosni. Határozottan féltette tőlem Emmát. Nem akarta, hogy szeressem és hogy ő szeressen engem. Nem engedte velem hunyni. Állandóan mellette maradt, becézte, ölelte és csókolta. Még azt is megakadályozta, hogy sokat beszéljek Emmával. Elhívta, karonfogta és az udvar túlsó végében sétáltak együtt. Sokszor nagyon keserű volt a szívem miatt. A nagy barátságból azonban egyszerre csak nagy harag lett. Egy napon láttam, hogy nem jönnek többé együtt az iskolából, hanem mindegyik más leánnyal. Emma ettől kezdve nem jött hozzánk. Húgomat faggattam, hogy mi azok az összeveszésnek, de hátat fordított nekem és elszaladt. Bosszúból este vacsoránál elmondtam apámnak a dolgot. Irma azonban az ő kérdéseire is néma maradt, mire a sarokban kellett térdelnie, és nem kapott csalmát. Hetek múltak el. Húgomat hiába próbáltam rábírni, hogy béküljön ki Emmával, makacsul hallgatott. A szemei azonban könnyesek voltak, és többször este az ágyban minden ok nélkül sírt. Október közepe táján az iskolában rettenetes dolog történt. A tanító ez alkalommal először Zöldit akarta megvágatni. Kihívta. Jöjj csak ki szépen! Zöldi azonban nem szólt és nem mozdult. Erre elhangzott a parancs. Húzzátok ki! 10-15 fiú rohan neki a legtávolabbi padokból. Sokan olyanok, akik féltek Zölditől, és haragudtak rá. Magam is gyűlöltem, és mitagadás, az első pillanatban kedvemre lett volna részt venni a kiúzásban, de rögtön eszembe jutott, hogy apám bizonyára megvetne, ha megtudná, hogy többekkel birkóztam egy ellen. A helyemen maradtam tehát. Elállt a lélegzetem, és reszkedtek a térdeim. A fiúk lihegve dolgoztak. Egy részük a padból tolt a Zöldit, mások a lábait kapták el, mert megvetette magát a láblécen, mások ismét az ujjait feszegették, amelyekkel görcsösen kavaszkodott a parasztal szélébe. Legalább 5 percig tartott, míg kimozdították. Végre sikerült kilökni a földre, itt újra megkapaszkodott. Ütni azonban nem mert, mivel valószínűleg gondolta, hogy a tanító, aki székére állva szemlélte a harcot, bele fog avatkozni a dologba. Sladek arca sötétvörös volt a méregtől. Végre megfogták a két lábánál és két kezénél fogva. Így cipelték ki a katedrához, miközben a háta a padlót súrolta. El ne engedjétek! Kiáltotta a tanító harsányan. Fektessétek hasra és fogjátok le a kezeit és a lábait! A fiúk nekihevülve minden erejüket összeszedve gyorsan teljesítették a parancsot. Most már nem volt Zöldinek mibe kapaszkodnia. Rátérdeltek a kezeire. A lábai négyen ültek, a fejét ketten nyomták. A tanító csak ezt várta. Nyugodtan oda guggolt, eligazította a fiúkat, hogy senki más ne érjen a pálca, aztán nekiállt és egymás után 5-6-ot húzott Zöldire. Rémesen hangzottak ezek az ütések. Élesen, tömören és magasan. Rajtam hideg veríték ütött ki, mégis mint egy delejes kényszer hatása alatt a láblé szélén lábújhegyre álltam, nehogy elveszítsek valamit a látványból. A tanító most megállt, Zöldi azonban nem nyikkant. Leszel-e még engedetlen? Kérdezte csendesen Sladek. Felej! Üvöltötte egy kis várakozás után, szinte megszédülve a dühtől. Zöldi azonban nem felelt. Jól van, fiam, fújta a tanító a fogai között. Hiszen jól van, ha most nem felelsz, majd felelsz később, nekem mindegy. És újra neki látott. Egészen megvadulva, mind gyorsabban és gyorsabban sújtott. Szinte olvasni se lehetett az ütéseket. Minden erejét megfeszítve, úgyhogy nyögött a fáradtságtól egy erős ember.
majd kimerülve újra a bajt és lélekbe rekedten kérdezte. Leszel-e még engedetlen? Zöldi most se felelt. A tanító megtörölte a homlokát és lassabban folytatta a verést. Minden ütés után pihent és újra elmondta. Leszel-e még engedetlen? Így ment ez további 10-15 ütésig. Végre felhangzott egy iszonyatos bőgés. Nem! A tanító letette a pálcát és helyére küldte a fiúkat. Zöldi feltápászkodott, rendbe hozta a ruháját, ami a dulakodásban több helyen elszökött és helyére ment. Az arca orra egészen piszkos volt a padlótól, ahová oda nyomták. Könnyei csorogtak a kabátján. Véreset köpött. A tanító azonban újra kihívta. Mondta valaki neked, hogy helyre mehetsz? Jöjj csak ki szépen! Zöldi lehajtott fejjel kitámolygott. Sladek, mint jól végzett munka után szokás, dörzsölgette kezeit, és tettetett jóindulatú szelíd hangon mondta. Ezt azért adtam neked, édes fiam, hogy jól jegyezd meg, és tanulj belőle a jövőre. Tanítóddal szemben engedetlennek lenni hálátlanság. És miután látom benned a hajlamot a rosszra, még adok neked egy pár pofont. Az egy pár pofonból azonban sok lett, mert a tanító újra nagyon belejött és addig pofozta, míg Zöldi szédülten a falnak nem esett. Szerencsére megkapaszkodott és kiszaladt az ajtón. A tanító halkan káromkodott egyet, becsapta a nyitva hagyott ajtót, a katedrára ment és leült. Az osztályban egy légy repülését is meg lehetett volna hallani. Aznap, alig hogy hazaértem, lázított ki rajtam és félrebeszéltem. Ágyba dugtak és este az apám kivallatott. El kellett mondanom az iskolai eseményt. Szüleim vadállatnak és gazemberek nevezték Sladeket, és megegyeztek, hogy más tanítóhoz adnak. Egy hét múlva már a belvárosi iskolába jártam. Nem láthattam többé minden nap a kis Emmát. Fájt a szívem. Október 25-én olvastam az újságban, hogy egy kocsis felakasztottak, mert meggyilkolta és kirabolta az utasát. Hosszasan le volt írva, hogyan viselkedett ez a kocsis a siralomházban és reggel az akasztófa alatt. Azon a napon szüleim a vacsoránál az akasztásról beszéltek, és apám elmesélte azt az akasztást, amelyet 20 éves korában látott. De szerettem volna látni, kiáltottam. Örülj neki, mondta apám, hogy nem láttad, és ne is nézd meg soha egyet se, mert azzal álmodsz 7 esztendeig, mint én. Másnap délelőtt iskola után azt ajánlottam Gábor bátyámnak, hogy csináljunk akasztófát és akasszunk fel rajta egy macskát vagy egy kutyát. Gábornak tetszett a terv és hamarosan a padláson dolgoztunk. Egy ruhaszállító közelet szedtünk le és hurkot csináltunk rá. Az akasztófa ácsolásról azonban lemondtunk, mert egyrészt nem volt gerendánk, másrészt pedig tartottunk tőle, hogyha az udvaron rendeznénk akasztásokat, a szülők beleavatkoznának a dologba. Gábor nem volt szenvedélyes állatkínzó, de ha belejött, akkor nagyszerű ötletei voltak. Így például egy évvel előbb egy eleven macskát vágott ketté a nagy konyhakéssel. Ez a kertben történt. Ani és Juti fogták a macskát, ezután mindannyian leszorítottuk a földre, és anyát kifeszítettük. Gábor pedig a konyhakéssel vágt keresztül a hasánál. A padlás egyik gerendáján vetettük keresztül a kötelet. Még aznap délután egy dachszli tévedt az utcáról az udvarunkba. Becsuktuk a kaput, elfogtuk a kutyát, és hamarosan valamennyi nap padláson voltunk. A lányok újjongtak, mi Gáborral nyugodtan készülöttünk. Te vagy a bíró, kiáltotta Gábor. Én vagyok a hóhér. Neked jelentem, hogy minden kész van az akasztáshoz. Jól van, szólottam. Hóhér, teljesítse a kötelességét. Erre Gábor meghúzta a kötelet, míg magam a kutyát kisé megemeltem. Majd bátyám utasítására hirtelen elengedtem. Szomorú, mély síró hangokat adott a dachszli, és kapált a sárga foltos fekete lábaival. De azután hamarosan kinyúlt, és mozdulatlan maradt. Egy darabig néztük, aztán függbe hagytuk, és ozsonnázni mentünk. Ozsonna után a lányok folyton a kapuban settenkedtek, és cukorral egy újabb kutyát csaltak be. Azután ölükbe odavitték Gábornak, hogy rendezzen még egy akasztást. Bátyám azonban lefújta a tervet. Kijelentette, hogy egy napra elég egy akasztás, mire Juci kinyitotta a kaput és kiengedte a kutyát. A következő napokon egészen elfeledkeztünk az akasztásról, mert egy új labdát kaptunk. Gáborral kettesben folyton duplexet játszottunk.
utána nem váró beszélgettünk. Gábor kijelentette, hogy utálja, mert olyan büszke és ostobának nevezte Irmát, hogy annyira eseng utána. Legjobb volna, ha soha se békülnének ki, mert újra eljön ide és affektál, henceg, mondta dühösen Gábor. Gábor kívánsága nem teljesedett. Másnap délután beállított hozzánk Emma. Irmával jöttek. Utálatos, súgta nekem Gábor. Édes, drága, mondtam magamban én, de azért nagyon haragudtam Irmára. Irma, tudni illik, valósággal úszott az örömben. Játék közben minduntalan elhívta Emmát, ölelte, csókolta, majd megfojtotta. Később azonban mégis összeharagudtak valamin. Hát nem ígéred meg, hogy nem beszélsz többet a Rózsival? Kérdezte Irma csak nem sírva. Azt nem, felelte Emma határozottan, és mosolygott. Juci és Ani egymással suttogtak. Gábor, Irma és én a kis Emmát néztük. Milyen szép volt, Istenem, milyen szép! Az utolsó napos őszi délutánokat éltük. A miénk volt az udvar. Apa és anya kilovagoltak, a szakásné kávét adott, aztán a konyhába ment főzni. Láttál-e már akasztást? Kérdezte ozsonna után a húgom Emmától. Nem, felelte Emma, és rázta a fejét, hogy a haja az arcába csapódjék. De a papától hallottad? Igen, mesélte, hogy felakasztottak egy gyilkost. Mondta Emma hűvösen és érdeklődés nélkül. Van ám nekünk akasztófánk, dicsekedett Juci. Hamarosan mind a padláson termettünk, hogy megmutassuk Emmának az akasztást. A daxlit már napokkal előbb elástuk Gáborral a szemét gödörben, a hurok szabadon róbálódott. Most játszhatunk akasztást, mondta Irma. Emma lesz a bűnös, őt fogjuk felakasztani. Inkább téged, kacagott Emma. Óhé, teljesítse kötelességét, kommandírozott Gábor saját magának. A kis Emma elhalványodott, de mosolygott. Most állj mozdulatlanul, mondta Irma. Én rátettem a hurkot a nyakára. Nem én, nem akarok, nyafogott a kislány. A gyilkos kegyelemért könyörög, kiáltotta Gábor kipirulva, de a hóhér segédek megragadják az elítéltet. Juci és Ani erre lefogták Emma karjait. Nem engedem, nem! Sikoltotta a kis Emma, és sírni kezdett. Istennél a kegyelem, szavalta Gábor. Irma pedig a térdénél fogva a levegőbe emelte a barátnőjét. Nem bírta, el akart esni, és ezért odamentem, segítettem neki. Ekkor történt először, hogy átölelhettem őt. Bátyám meghúzta a kötelet, a végét körül csavarta egy gerendán, és megkötötte. A kis Emma lógott. Eleinte hadonászott a kezeivel, és vékony kisfehér harisnyás lábaival nagyokat rúgott. Olyan furcsák voltak ezek a mozdulatai. Az arcát nem láthattam, mert a padláson már meglehetős sötét volt. Egyszer csak hirtelen megszűnt a mozgás. A teste kinyúlt, mintha lábujjaival valami zsámolyt keresett volna, hogy ráálljon. Azután nem mozdult többet. Erre rémes félelem szállott meg valamennyiünket, hanyat homlok rohantunk le a padlásról, és szanaszét elbújtunk a kertben. Ani és Juci hazafutottak. A szakásné, aki valamit le akart hozni a padlásról, akadt rá a holttestre egy fél óra múlva. Ő hívta át Emma apját is, még mielőtt apáik hazaértek volna. E ponton vége szakad az ide vonatkozó feljegyzéseknek. A naplóíró, kit az a szerencsétlenség ért, hogy részvevője lett ennek a borzalmas eseménynek, nem beszél többet róla. A család sorsáról csak annyit tudok, hogy az apa mint ezredes nyugalomban van. Irma jelenleg özvegyasszony. Gábor pedig katonatiszt.